Mezei Mária, színművésznő egy alkalommal lekéste az autóbuszt, idegesen toporgott, amikor megállt mellette egy autó, és kiszállt belőle egy vadidegen ember. Felajánlotta, hogy beviszi a városba. Útközben kiderült, hogy építészmérnök, és a beszélgetés során szóba került Mária házvásárlási szándéka. Pár hét múlva telefonált az úr, és jelezte, hogy talált számára egy kis ingatlant. Kiviszi autóval, hogy megnézhesse. A Budakeszit jelzőtáblánál már kezdett idegeskedni, hogy hová viszi a fiatalember. Amikor lefordultak egy erdő melletti gidresgödrös sáros földútra, és végül megálltak egy földszintes, ütött-kopott ház előtt, a művésznő már vérig volt sértve. Két idős hölgy is fogadta, amikor a veranda ablakain át kitekintett és meglátta a hegyet, a János-hegy karnyújtásnyira lévő szelid vonulatát, és az erdőt, mely szinte befolyt az ablakon. Akkor végképp beleszeretett a házba. Végül megegyeztek, és havi 200 forintért életjáradékért az övé lett. Boldogan fogott hozzá a kisház rendbehozatalához. Kb. 10 évig tartott, míg tökéletes lett az otthonuk. Itt élt második férjével, Lelbak Jánossal, házvezetőnőjével, házi állataival, számos kutyával és macskával. Visszavonultan háza menedékében. Fekszem az ágyamban. Nézem a hegyeket, szagos szél fúj be az ablakomon, szemembe a kertben nyílik a mandulafa, macskám a kezemre fektette fejét. Este mását játszom. Szeretnék énekelni, mint madarak. Ó, milyen boldogság a te világodban élni, és szeretni téged, Uram! Ezt a vályogvárat elmondása szerint Isten küldte számára. Régen széthullott valódi otthona alapelemeiből magától állt össze. A kapu kecskemétet idézi, üvegezett fa verandája, és a kőlépcső a szegedi éveket, a kiskertet körül ölelő hegyek Erdélyt. Megromlott egészségét 1970-ben összeroppantotta az influenza. Ekkor teljesen visszavonult a budakeszi házába, s 13 évig harcolt napról napra az életéért, ebben erős hite és igaz társa segítette. 1983. április 20-án csendesen távozott, a múlt század egyik kiemelkedő hivatalos szakmai elismerésében alig részesült művésze. Díjakkal nem halmozták el, de a nézők rajongó tiszteletét elnyerte, a hozzá közel álló gondoskodó szeretetét is. Temetésén pályatársai búcsúztatták el, és tisztelőinek Budakeszin soha nem látott tömege. 1988-ban a város utcát nevezett el Mezei Máriáról. A művésznő otthonát végrendeletében a községnek ajándékozta, mely múzeumként őrzi emlékét. Budakeszi város önkormányzatának képviselőtestülete döntést hozott, miszerint a Mezei Mária emlékházat rendbehozzák, felújítatják. Kívánok az uraknak jó estét, remélem jól mulatnak, csak tessék. Én keresek egy ember, egy férfi, hogy mi az oka ennek? Egy életnagyságú bronzszobor lesz reményeink szerint Mezei Máriáról. Sok időnek kell még eltennie addig, vagy talán nem is olyan soknak, de az anyagi forrást azt meg kell teremteni. Erre kezdtünk most többek között a vállongyűjtést. Nem ismertem sajnos a Mezei Mária színművésznőt. Én mikor Budakeszire kerültem, akkor ő már eltávozott. Nagyon sokat láttam tévében, sőt, legutóbbi riport volt a Vitrai Tamás, amit csinált róla, riportot vele
az egy csodálatos volt, és arra nagyon emlékszek rá. És utána Vitray Tamás nagyon sokszor említette még a Mezei Máriát, hogy milyen csodálatos színművésznő volt és ember. Agyaggal dolgozok mindig, minden munkámat, ha még a követ faragok, akkor is agyagban mintázom meg, és utána azt föl tudom nagyítani. Ennél a helyzetnél a Mezei Mária színművésznőnek a portréján, ami gyakorlatilag agyagmintázás van, ez egy ilyen erőltetett menet volt, egy hónapba került nekem, hogy ezt megcsináljam, ezt az eléggé szalakos szobrot. Naponta hány órát dolgozott ezen a szobron? Ezt nem lehet is kiszámítani, felkerek, reggelüzek és csináltam, és akkor, amikor sötét lett, akkor abba hagytam. Az 12 óra, 14 óra. Nagyon fontos a mai társadalom számára, hogy olyan példaképeket állítsunk saját magunk számára, akiknek az élete igazodási pont lehet mindannyiunk számára. Én azt gondolom, hogy Mezei Mária élete egy ilyen igazodási pont lehet, hiszen ő nem csak egy díva, nagyon tehetséges színésznő és ember volt, hanem nagybetűkkel ember. Tehát ő az élete során megfutotta azt a pályát, ami neki rendelve volt, és ennek a pályának minden ódiumával együtt egy olyan nagyszerű ember volt, aki példája lehet nem csak Budakeszinek, aminek az örökségét ugye ápolnunk kell, hanem egész Magyarországnak is. Jó estét! Remélem jól mulatnak, csak tessék! Én keresek egy ember, egy férfi, hogy mi az oka ennek? Budakeszin megalakult a Mezei Mária Egyesület, aminek én is tagja vagyok, így egyik gyűlésen fölmerült a Mezei Máriának, hogy olyan formátumja kéne, hogy ezzel lehetne, hogy adakozzanak az emberek, és elősegítsük, hogy ebből egy bronzszobor legyen, és akkor én egyből hozzászóltam, és mondtam, hogy akkor én ezt minél hamarabb csinálok egy nagy egy-egyes modellt, életnagyságú méretet, és akkor megnézhetik, és akkor utána, fotó után lehet majd már pénzt gyűjteni hozzá. Sok fotót, filmeket néztünk meg ahhoz, hogy beálljon az a kép, és az a fiatalabb ábrázolása a Mezei Mária színművésznőnek, hogy a filmek alapján, mert azért az arca is lehet látni, hogy a 40 éves korban lévő, és egy olyan életmozgást adtam neki, ami igazából ritka. Az Egyesületnek is az az elképzelése, hogy ebből lesz egy bronzszobor lesz, és a Budakeszi főtérre kerül. Mezei Mária művésznőt és férjét Jánoskát, valamint a két spánieliét nagyon régóta megismertem Budakeszin. Elsősorban még fiatalabb koromban, amikor hát néha eljártam az éjszakában, akkor Cifra Györggyel arra a szomorú helyzetre kényszerítették őket, mint művészeket, hogy csak az éjszakában vehettek részt művészetükkel. Járva az éjszakát sokszor találkoztam vele, mert szerettük már akkor. Hasonló egyéniség volt, mint ahogy a művész úr ezt megalkotta. Ezt állíthatom, hogy fiatal korában egy az egybe így nézett ki, csinos, csodálatos alak volt. Nagyon közvetlen ember volt. Nem csak a környezetében, nem csak a lakásában, házában jellemezte, házát jellemezte az, hogy mennyire ember és természet szerető volt, hiszen az úgynevezett verendáján a fecskefészek állandó volt, a fecskék ott éltek, szerették őt is, tehát általában az állat azt az embert szereti, aki őt is szereti. Tehát jellemző volt rá, hogy ember szerető, természet szerető volt, és hát szerette a vidámságot. Sok élettapasztalatot tudott az idős emberektől átvenni a közvetlen beszélgetéseivel. Mezei Mária későbbiek során rendszeresen a várost járta,
a két kutyát sétálgatva nagyon szerette a központi parkunkat, és hát nagy református hívő lévén a református egyházat erősítette személyével, erőt adott az egyháznak abban, hogy erősödjön itt Budakeszin. És a szobor Budakeszinek egy kiemelt közterületén fog állni. Ez még egyelőre nem dőlt el, amikor a szobor előkészületei olyan állapotban lesznek, hogy lehet erről dönteni, akkor a képviselőtestület meg fogja határozni a helyét, hova kerül ez a szobor.